Sziasztok! Hássászok, sajnálom, hogy a héten nem jelentkeztem olyan gyakran. De hát ugye a betegség is utolért. Ez az egyik fele, a másik az, hogy dolgozni kellett. Tegnap is ugye ledolgozás volt. Nem igen volt időm, őszintén megmondom. A mai napra azért adok nek nektek tippeket. Ö Hát, hogyha tudjátok, akkor Unibet-en, Bet365-ön, Tipmix pro vagy éppen amelyik oldalon gondoljátok, azon tegyétek meg. Az egyik tippem az a Nidza Szentetyen. Etienne. nagyon jó formát mutat, a Nidzába pedig lesznek hiányzók is, úgyhogy ezt beúzzuk vendégbe 3-10-es 3,10 másik, ami futball, az a Lipcse Mainz. Ezt ha hazaiba behúzzuk a re egy 45 ér. Azt gondolom, otthon a Lipcse be fogja húzni a mérkőzést. Meg két dárcot néztem ki már, az egyik az a Dave Chisnell Pain Match. 1, 25 ös ott van a Chizzy Boy-ra, úgyhogy szerintem a simán beledobhatjátok egy mixbe csak húsz fel a szorzón annyi, tehát tényleg ennek ö, ennyi értéke van. A másik az pedig a Ross, Ross Smith, ö, Paul Lim. Tehát Paul Lim 64 évesen még mindig túlja a dárcat, egy élő legenda, egy szingapúri zseni, akire kettes szorzó van, nem ő a mérkőzés esélyese, de szerintem meglepít fog okozni, ahogy mindig is szokott. Mert tényleg, tehát világszín van ahogy játszik, én nagyon bírom, nagyon jó karakter, és a játékával is mindig meg vagyok elégedve. Tényleg nyanszokon múlik mindig, hogy tovább jut vagy nem, mert hát azért 64 évesen valakinek ilyen keze van a dárchoz még, tehát ez kedetlen, megemelem a kalapomat előtte. Úgyhogy kettes szorzóért Paulimet vendégbe húzzátok be. Aztán sok sikert erre a napra. Bocs, tényleg, hogy nem tudtam előre felrakni a videókat, hogy szelvényes mixen is meg tudjátok tenni, de hát sajnos ez így alakult most. De remélem, hogy azért rakjátok a típjeimet, iratkozzatok fel a csatornámra, és dobjatok egy lájkot a videóra, hogyha tetszik. Na, pá.